A kedélyeket, mármint nem a hölgyek, akik erre a névre lettek keresztelve, hanem a kisvállalkozók tételes adója, vagy valami ilyesmi, nem is tudom hirtelen, hogy mi a, az elnevezése, mert hogy felvetődött megint ugye a pénzügyminiszter Varga Mihály, majd a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Parag László is, hogy valamit kellene kezdeni ezzel. Lassan minden évben felvetődik, hogy valamit kellene kezdeni ezzel. Most akkor hátralépünk és megnézzük szakmailag, hogy áll ez a kata ügy. Harka István van a vonal túlsó végén, a Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm minden kedves hallgatót. No, mi a baj a katával? Vágjunk egyből a közepébe, szakmai szempontból. Szakmai szempontból a legnagyobb probléma, én azt gondolom, az, hogy nyugdíj az eléggé kevés várható. És ezt nagyon finoman fogalmaztam. Tehát az a kisadózó, aki ennek a legelejétől kezdve nem volt tisztában, az nagyon-nagyon-nagyon komolyan meg fog lepődni, hogyha eléri a nyugdíjkorhatárt. És ugye ez a kata összeg, ez az 50 000 forint a 2013-as bevezetése óta változatlan. Még ugye tudjuk, hogy ezért a minimálbér az elég erőteljesen változott, tehát egyre nyílik az olló, és egyre kevesebb ellátásra jogosultak a katázók. Mennyire jó ötlet azt mondani, hogy meghaladta az idő ezt a katát, meg kell szüntetni, és akkor menjen mindenki vissza abba az adózási rendszerbe, ami éppen neki a legüdvözítőbb? Hát én azt gondolom, hogy ez a kisadózók tételes adója, vagy kisadózó vállalkozások tételes adója, hogy visszautaljuk az elején. Igen. Pontos elnevezésre. Köszönöm. És az utóbbi idők, és talán minden idők legsikeresebb adózási formája. Tehát én nem nagyon ismerek más olyan adónemet, ami ennyit tett volna akár a gazdaság fehérítése érdekében, akár a számlázásnak a gyakorlati alkalmazása tekintetében. Tehát azért ez mindenféleképpen sikersztori. Ja, jóval több mint 400 ezer adózó van a kata hatája alatt, tehát ő alóluk kihúzni ezt az adónemet, én azt gondolom, hogy nem a legjobb ötlet. Az azonban való igaz, hogy azért lassan 10 éves adónemről beszélünk, úgyhogy a leporolása arra megérett, és ez tényleg aktuális és időszerű. Azt a fő érv, hogy nagyon sokan visszaélnek ezzel, és burkolt foglalkoztatási formának használják a katát. Ez mennyire reális? Nyilván könyvelőként nagyon sok ügyféllel találkoznak, és van benyomásuk erről is. Igen, 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 abszolút. Amikor a 3 millió forintos korláttal kapcsolatos 40%-os különadó ötlete merült fel, akkor a Minősített Könyvek Egyesülete végzett egy eléggé nagyszabású felmérést, nagyjából 300 kolléga bevonásával. Itt több ezer katás vállalkozás alapján arra az eredményre jutottunk, hogy valóban van visszaélés, ugyanakkor ennek az aránya a mi becslésünk szerint kb. 8%-os. Úgyhogy ezért ez nem egy olyan hú de nagy arány, és ezért tartsuk szem előtt azt, hogy a kata törvényben tételesen ott van, hogy a NAV-nak a munkaviszonnyal kapcsolatosan van joga különböző szempontokat nézni. Tehát ez jogszabályban is le van fektetve, tehát a jogalkotó már a jogszabály megalkotásakor ezzel tisztában volt, és itt vannak olyan feltételek, amiket tud az adóhatóság vizsgálni, és minden eszköze megvan ennek a vizsgálatára. Úgyhogy ha visszaélés van, én azt gondolom, hogy akkor menjen utána a NAV, ellenőrizze azokat a jogszabályi pontokat, amiketről a törvény mondja ki, hogy ha ezek fennállnak, akkor nem lehet szó munkaviszony letezéséről, ha meg szó van, akkor igenis azokat minősítse át, és ugye van is ilyen eset, nem egy, nem kettő, és akkor azokat az adózókat szűrje ki. Aha. Szó van arról is, hogy nem szüntetik meg, hanem szigorítják, de például ez a 12 millió forintos éves bevételi határ, az 18 millióan a nő, és hát ugye, ahogy halljuk a hivatalos kommunikációból, valamiféle szigorítás elképzelhető. Szakmai szemmel milyen szigorítás lehetne az, ami mindez a bújtatott foglalkozást, mindezt ezt a nyugdíj foglalkoztatást, mindezt a nyugdíj problémát megoldhatná?
Hát a nyugdíj problémát mindenféleképpen ugye egyetlen egy dolog oldhatná meg, hogyha a magát, a kata összegét, az adó összegét emelnék. Én meg lennék lepődve egyébként ezek után, hogyha nem történne 2023. január 1-je utántól kata emelés. Tehát ezt de azt lehetne, vagy azt lehetne, vagy van egy szám, ami mondjuk az eddigi lemaradás, mert ugye emlékeztem, tettném a hallgatókat, hogy 2013 óta nem nyúltak hozzá. Tehát mondjuk az 50 ezer forintot duplájára emelnék? Vagy még ez se lenne elegendő? Mert ugye nagy a lemaradás tényleg, tehát hogyha valaki nem akar kis nyugdíjas lenni, akkor ehhez nagyot kellene emelni. Hát én nem mennék találkozásokba bocsátkozni, uh-huh. Felgetni. Nehogy ötletet adjunk, eléggé, igen. Igen, eléggé drasztikus lenne, de azért meg lennék lepődve, hogyha csak 20%-os mértékű emelés lenne, tehát az tényleg nagyon érezhető hatása nem lenne. Egyébként szakmán belül mi már évek óta hangoztattuk 2020-ban is, korábban is többen mondták, hogy nem ártana emelni, mert ugye itt azért az adózók ezért valamit kapnak, az egészségbiztosítási ellátásokról ugye még nem is beszéltünk, ezt nem is fér bele, hagyjuk is most. De én egy 50%-os emelést abszolút elképzelhetőnek tartok egyébként. Uh-huh. A másik megoldás pedig a bújtatott foglalkoztatásra, az pedig az lenne, hogy a NAV ellenőrizze hatékonyabban. Igen, igen. Uh-huh. Tehát amit ön említett, hogy megemelnék a korlátot, én azt gondolom, hogy ez pont szembe megy azzal az elvvel, hogy na most akkor lépjünk fel a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatban, meg hogy segítsük a kisvállalkozókat, tehát én itt némi ellentmondást érzek. Nyilván itt vannak eszközök még, amihez hozzá lehet nyúlni, akár a 3 millió forintos korlát csökkentéséhez, akár egy partnertől származó ügyleteknek a további vizsgálatához, de én azt gondolom, hogy azért ez a 3 millió forintos hatása olyan magas, hogy ezt tovább lecsökkentenék, akkor már tényleg azokat a vállalkozókat is érinteni hátrányosan, akik valóban 100%-osan és tiszta vállalkozói jogviszonyban működnek. Gondolok itt például könyvelőirodára, tehát ez mondjuk egy ilyen havi 250 ezer forintos megbízási díj éves rendszeres munkavégzés esetén, azért ez nem egy olyan horribilis összeg a mai világban és gazdasági helyzetben, hogy bárki is azt mondhatná, hogy ez egy munkaviszony. Jó, hát meglátjuk. Innentől szakmai szemmel körbejártuk ezt a katás kérdéskört, és majd meglátjuk, hogy milyen döntés születik. Ha ez megszületik, akkor megígérem önnek, hogy újra tárcsázzuk, hogy egy kicsit beszéljük át, hogy sikerült a módosítás, ha vállalja persze. Természetesen állok rendelkezésre. Köszönöm. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk. Köszönöm, én is viszontlátásra, minden jót. Harkai Istvánnal, a Minősített Könyvelők Egyesületének elnökével beszélgettünk arról, mi a baj a katával, és hogyan lehetne ezeket a gondokat megoldani. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Csökkentünk, újrahasználunk.